Szomszéd! 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 Szomszéd, Náca vagyok a házmester! Szomszéd! Minden rendben? Szomszéd! 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 Van itt valaki? Szomszéd! Ember! Mit csináltál magaddal, szomszéd? Jaj! Hé, Nádor, ne gyere ide! Mit csinált ez a szerencsétlen? Megölte magát, ne gyere ide, na! Szerencsétlen, hát miért ölte meg magát? Mit tudom én? Menj haza, hívd a mentőket, na! Szerencsétlen! Meggyilkolta magát a szomszéd! Mit gyülekeznek itt? Nem színház ez az anyaisteik már! Ember! Hogy élne? Nem látod, hogy megölte magát? Jó van, azt látom, csak azt kérdeztem éne. A doktor? Hát nem. Akkor nem mit keresel itt? Hát te se vagy doktor. Nem vagyok doktor, de én vagyok az első szemtanú. Én meg a második. Te tényleg nem vagy normális. Nem mindegy, hogy ki az első, meg ki a második. Egyébként is Nádor a második, mert ő jött be utána. Jó, én meg a harmadik. Ne piszkál semmit, Vera, kérlek, ne piszkál. A rendőrségnek mindent át kell, hogy nézzen. Hívta már valaki a rendőrséget? Igen, Nádor. Mondom, hogy ne piszkáld, jaj már, Vera! Vera! Borzasztó. Mit csinálsz? Nem jó, ha a halott lelke még látja magát a tükörbe. Balszínűcs! Csehezd meg, te hiszel az ilyen baromságokban? Teha! Nem hiszel, vedd le! Le is veszem csak ott így. Le is veszem. Ered hozzá gyújtót. Vagy te vagy a Nádor. Hogy rágyújt csak. Tegnap még találkoztunk, dinnyét vitt. Dinnyét volt eltnétje, mintha érezte volna, hogy vége. Nincs ebben semmi furcsa. Zénapám is így halt meg. Csináltatott anyámmal egy tálca krémest, megevett belőle tizet, aztán reggelre meghalt. Cukra. Mi? A cukra? Szíve, szíve. Veszko? Alszik. Hogy alszik a fene pofáját? Hát nem hallott a tragédiáról? Hogy hallott volna, amikor alszik?
Az ember megölte magát, ő meg alszik. Hallod tényleg szégyen? Hallod azt? Megyek föl is Gáltán. Veszko! 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 Mit csinálsz? Hívtad a mentőt? Hívtam. Jaj, Istenem! Volt valaki, hogy szóljunk? Kinek? Ja, nem volt senkinek. Azt hiszem volt egy nőbére. Valahol mondta egyszer nekem. Ne avatkozz ebbe bele, Nádó, ne avatkozz! Rendőrségre tartozik. Pedig valamelyik nap még találkoztunk a liftben. Olyan szomorú volt, mintha sejtett volna valamit. Zenélni se hallottam már mostanában. Zenélt, ha nem, nem. Pedig épp szépen berendezte a lakását. Milyen sok könyve van? Na, mint a szekrényben még kétszer ennyi van. Most már minek neki? Meghalt? Talán az a legjobb, ha az ember nem is olvas semmit. Jaj, tehát nem is ebédeltél. Várj csak, mindjárt jövök. Ember, hol volt eddig? Telezabáltam magam valami babbal. Alig kapok levegőt, ha hiszed, ha nem. Most nézd meg, megölte magát a szomszéd. Ne piszkálj semmit, légy szíves. A rendőrségnek mindent át kell, hogy nézzen. Jó, mert tudom, nem vagyok hülye. Ember, mondom, hogy ne piszkálj, takar! Takar már vissza, na! Jó, van, na visszatakarom. Hogy is hívták? Mátics. Mátics volt a családneve, a keresztneve megvan. Mátics. Honnan hoztál poharat? Konyhában. Mátics. Nem jut eszembe, akik a család. Ha mondom, a konyhában. Hé, te kapcsoltad be ezt a zenét? Zavar? Kérlek, kapcsolt ki. Legyél szíves. Hát nem csodálom, hogy öngyilkos lett, ha ilyen zenét hallgatott. Mit kellett volna hallgatni, a zeneszerző volt az ember? Na, milyen? Ja, jó pálinka. Kicsit erős, de jó. Hát nem volt hülye a szomszéd. Hívtátok már a mentőt? Igen, Nádó. És a rendőrséget? Minket meg Vera hívja. Na akkor egyet. Nem kérek, ittam az előtt. Jó, még egyet. Megvan, vagy 42 fokos. Orvosság! Az. Szép lakása van. Tudod, ki parkettázott itt? Én. Itt is, meg a másik szobában is. Nem van. Ha, pedig. Ej, de jó, megcsináltad az anyja mindenit. Vasszer. Tölgy.
Tölgy! Kőris. Tölgy a sokkal sötétebb. Meg jobb. Jobb? Hát hogy ne lenne jobb? Mondom is a szomszédnak, szomszéd jobb a tölgy. Azt mondja kőris. Hát akkor itt a kőris. Mit csinálsz már meg én? Mondom, hogy a rendőrségnek mindent át kell nézzen. Te! Lehet, hogy valami jó kis pornó van a kompjúterben. Te, értesz ehhez? Adj már azt a kompjútert, légy szíves. Rontja a szemet, meg az időt is elveszi. Hát meg sugároz. Sugároz, az biztos. Nem áll fel a répát, ha sokat ülsz előtte. Na, azt nem tudom, de sugároz, az biztos. Na, még egy csak. Hagyjad! Vegyen föl! Vegy már föl! Halló, átszólt el! Letette. Valami férfi hang. De mit mondott? Semmit. Azt mondta, halló, én neki halló. Azt letette. Egyébként is, minek mondtad, hogy vegyen föl? Mit kell itt nekem jelentkezni? Nem az én lakásom ez. Tudod mit? Szerintem ez buzi volt. Nem volt buzi, rendes ember volt. Én nem azt mondtam, hogy nem volt rendes ember, hanem hogy... különben láttad te ezt nővel? Hát férfival se láttam. És ez a... na ez ahogy is hívják, mi? Ez a... a hívás, a férfi... Azért, mert férfi hívja, az rögtön azt jelenti neked, hogy buzi volt. Állj, ne okoskodjál, Veszko, ne okoskodjál. A lakása is olyan buzis. Lakása egyáltalán nem buzis. Jó, mondjuk egy kicsit furcsa, de... Tessék! Virág! Na? Miket beszél? De nekem is, ha notom virágom, akkor én is buzi vagyok. Hát van virágod, de van feleséged, meg gyereked is, na? Na, adjad már ezt, szarjad már, kérd. Mi van, azért jött többje rúg? Megint ott tesz a fele? Hát lehet, hogy pénz van benne. Na ilyen nem pénz az. Az az a búcsú levél. Az ember, amikor öngyilkos lesz, akkor leírják annak az okát. Aztán a rendőrök, meg a rokonság, meg a... na, mit tudom én, Miki, na, átnézik. Azt mondod, ez az? Az, biztos az. Hát én nem tudom, azért... Na, van a buzinak ilyenje? Ó, mi ez aztán szérszám készlet? Német eredeti pichlinge. Honnan van neki ilyen, na? Honnan van neki ilyen, na? Na, csak nézd meg, na, nézd meg, nyisd ki. Api, ez aztán szérszám készlet. Német 12 kulcs. Tudod, ki kellett volna, hogy ez legyen? Ki? Az enyém. Nekem ígérte. Na most nincs, aki ide adja. Megy minden az államnak. Hát most kárba veszen egy ilyen jogszerszám készlet, hát kár lenne érte. Kár? Hogy ne lenne kár? Ember úgy kéne, mint egy falat kenyér. Te, a villás kulcsok között ez a Mercedes. Direkt nekem ígérte az ember, amikor itt voltam. Direkt nekem. Na most mi van? Itt van. Ott fekszik. Én meg itt. Ezt nézhetek a lyukba. És most mit fogsz csinálni? Mit csinálnék? Elment a Pichlinger a... búzsba. Most legyen valami baromi. Ember. Tudod, hogy vigyáznék én rá? Tudod te? Nincs igazság a földön. Itt van. Már súlyán is látszik, hogy milyen komoly dolog. A világmárka, ó fő. Bele van gravírozva, nézd meg. Pichlinger. Csász meg. Szar az élet. Hozhattál volna sakkot? Né már, ember, hát jönnek majd ide, hát nem illik! Ki az? A Nádor! Edd meg szépen ez, drágám! Jaj, Nádor, tedd le oda, kérlek!
Látod te ezt, kedves Veszkó? Nem, nehéz világot élünk. Jobb meghalni, mint élni. Hívtam a mentőt? Hívtam. Hát, bezzeg, hogyha a halálért küldenéd őket, elélném még egy darabig. Úgy is van? Amikor anyukámat megütötte a guta, másfél óráig vártuk őket, ugye? Még tovább. Érted, dugó. Milyen dugó este fél tízkor? Kérdem szépen. Hát, bezzeg, hogyha híres lenne, itt lennének 5 perc alatt. Úgy is van, úgy is van. De hát a szomszéd híres, láttam ám a tévében. Ott volt a köztársaságtéren annak az izének az alkalmával. Na, mi is volt az? Semmi. Valami. Szóval, ilyen zenekar játszott állami szinten. Ő még ott volt az első sorban. Igazi művész. Á, itt senki le se szarja a művészeket. Például én sem. Várj! Lehet, hogy kijön a tévé. Mi az, hogy lehet? Biztos, hogy kijön. Hát azért mégiscsak esemény. Hát, hogy ne lenne? Várj! Hogy is hívták? Kit? Á, a szomszédot, hát Mátics. Mátics, azt én is tudom, hogy Mátics, csak nem jut eszembe nála a keresztneve. A keresztneve? Istenem, tudtam pedig, hogy is hívták. Erre nézd meg a lapok névsorában, úgy is kell van a rendőrségnek. Jó. Na és ott sakkod. Milyen sok? Normális vagy te? Jön a tévé, te megint sakkozni akarsz? Jaj, anyám! Mit csinálsz? Bocs. Normális vagy te? Ne haragudj, Szomi, hát megöl a bab. Mit eregetsz? Eredj a klozet. Jó, Anna! Mit jó, Anna? Nem szégyeled magad? Azért, azért nekem se könnyű, jó? Mit nem könnyű? Ugye leöntötte az első vizet a babló? Isten őz! Abba van a vitamin! Hey. Ide figyelj, Veszkó, ezt most csináltam meg soha többet. Há, rendben. Se is, se máshol, én elültem, te többet ne eregessél. Jó. Megértetted? Meg. De komolyan csalódtam benned, Veszkó. Ne eredj oda. Atya úristen. Mit lehet itt még mi mondani, mint atya úristen? Már sok mindent láttam, de hogy valaki fél méterre a halottól fingik? Te! Az ottan micsoda? Ne piszkálj semmit, ne piszkálj! Hát de az ottan mire jó az ottan? Azok a lézer irányítású izéna. Ne mond. De. Ó, apui, nézd már! Jó, drága! Van ebből 100 eurótól egészen 5000-ig. Ez a pilos a legdrágább. Ó, apui! Nem, csak ne piszkálj semmit, kérlek! Branimir! Branimir! Branko! Vedd fel ezt! Nem állhatsz így a tévések elé! Én meg addig leszaladok a Verához, hogy megigazítsa a hajamat. Mi ilyen büdös itt? A vitamin. Na, Veszkó, nincs csak ezt. Mi ez? Tudom én. Nem. Afrikából kapta. Mutatta, amikor itt voltam. De mire jó ez? Vagy mi a fene ez? Na, szarv az Isten áldjon meg, szarv. Szarv. Ja. Afrikában ezzel zavarásszák az oroszlánokat. De hogyan? Ja, nem úgy, ember, nem úgy. Adjile. Mutatta. Ja. Fölemeled? Szátó? Így csinálsz a szád, de ilyen úr. És belemondod ide a végébe. Úgyhogy. Még fújod is, mert hogy ezt így együtt kell. Fú. Hogy így, na. Na, majd így. Adj ide. Fölemeled.
föl a szátó, és ó, nem kapod meg a végén. Szátó, ó, csinálsz is belemondod bele, hogy jó. Na, ó, csücsöri. Ne fújjad is, fújjad. Na, elben van. Elhúzzak ezen a szárok a francba. Ülj le oda. Te! Mi? Az ott az a piros ott a tetején, az mély világot. Micsoda? Hát az a lámpa ott a tetején, az. Azok a komputer impulzusok. Aha. Várja! Ne piszkál semmit, ember. Mondom, hogy ne piszkál. Volna. És most mit csinálsz? Hát tartoztam neki 300 euróval. 300? Én azt hittem 500-at. Nem 300! Jó van 300. A lelki üdvér. Na, ember, elég lesz már a lelki üdvére. Harmadikat iszod a lelki üdvére. 500-at. Nézd meg, komán, amikor behoztam, akkor eddig volt. Most meg... És most mi lesz akkor? Most nem én voltam. Ja, nem azzal. Az 500 euróval. 300! Jó, 300-nal. Képzelem, kellemetlen. Hát, te mit csinálnál a helyembe? Hogy majd én? Biztos a mentő? Hála Istennek! Őszinte részvétel. Köszönjük. Őszinte részvétel. A kollégák még nem érkeztek meg? Nem. Bizony, dugóban. De mi szomszédom megölte magát. Pedig nagyon jó ember volt. Mi az, hogy jó? Nagyszerű. Elhihetik. Nagy kár érte. Katasztrófa. Hát egyedül az a jó talán, hogy többet nem klimpíroz a fejem fölött. Egyedül ez a jó. Talán miket esetleg. Miket beszélsz? Nem is haladszódott olyan nagyon. Zeneszerző volt az ember. Te könnyen pofázoltél, te nem alattalak. Tehát nem is hallottad. És ha nem, akkor mi van? Ne genyózz már itt nekem! Jó van, na. Nem foglalna helyet! De ami igaz, az igaz! De! Parancsoljon! Köszönöm. Na, a lelki ügyvéd. Nem, köszönöm, a munkahelyemen nem iszom. Mondja szépen, hogy nem iszik, te mégis töltesz neki. Hát jó van, na, de most nem a munkahelyén van, meg amúgy is illik. Szokás! Ha nem, hát nem. Ilyen az élet. Látja, én vagyok ennek a szomorú eseménynek az első szemtanúja. Egyébként iskolamester vagyok. Ezt a lakást úgy ismerem, mint a tenyeremet. Egyébként az átszó kiváló mester. Ha valami elromlik, nincs amihez nem ért. Gyad már, nem ide tartozik, hogy ki milyen mester. Egyébként árammal nem is foglalkozom. De falazok, csempézek meg. Itt is én parkettáztam. Jaj. Itt is, meg a másik szobában is. Tölgy! Tölgy! Kőr is! Ja, tényleg, kőr is! Kérdem a szomszéd a tölgyet, vagy kőr is? Kőr is! Na, azt gondolom, elég korrektül megcsináltam. Maga orvos? Mármint a így a halottaknak? Jó kérdés, de nem. Nem a tévét üljött véletlenül? Na, ez is jó kérdés, de nem.
Elnézést, még be sem mutatkoztam. A mi vállalatunk kicsi ugyan, de fejlődik. Mi azon igyekszünk, hogy ebben a kegyetlen tranzíciós periódusban a kíméletlen piaszni verseny közepette megtaláljuk a helyünk a nap alatt. Tessék, itt található a mobil elérhetőségünk és a weboldalunk címe. Azzal, hogy a honlapunk még előkészület alatt áll. Te sírásó vagy! Szívesebben fogalmazok úgy, hogy egy temetkezési vállalat alkalmazottja. Na takarodj innen, te szerencsétlenség! Oké, ha zavarok, várhatok az ajtó előtt is. Karodj! Csak ülj át, adom a... Ülj át oda, légy szíves, ülj át! Ne nyújkáljál csak! Nem, ez tipikus! Tipikus! Átó! Ez nyúkál! Nem nyúkáltam, csak megnéztem, mivel ez egy tipikus eset. Üljél, lesz szépen oda! Lesz, aki majd megnézze, te csak üljél! Üljél! Hát azért... Hát, tudtam én, hogy van itt sok tábla valahol. Nem tudom, hol vannak eddig a mentők? Jönnek hamarosan, tudják, dugó van. Hogy neked nincsen dugó? Hát, nincs. Tudják, épp itt voltam a közelben. Persze, ti mindig ott vagytok a közelben. A fene, a pofádat. Különben is, honnan tudod, hogy halott? Mi van, ha csak kómában? Játszál, ember, játsz. Érted. Uram, több éves tapasztalatom alapján állíthatom önnek, hogy itt a helyzete teljesen világos. Világos? Hát mi világos? Mi vagy te, doktor? Hát nem. Játsz. Hát érted, ki szólt neki? Ki szólt neki, mert mi nem? Az biztos. Te se, én se. Hát akkor meg honnan tudja, hogy öngyilkos lett? Ha? Honnan tudja ezt? Játssza. Uram, én csak professzionálisan végzem a munkámat. Végzette a nagy büdös túrót. Nem is a munkájáról kérdeztem, hanem hogy ki hívta. Játszom. Játsz. Érted, leszállt, mint a tökkesejű. Ember, vagy pakod a bábút, vagy ne szívassál itt engemet már, légy szíves. Nem mindegy, hogy ki hány százalékot kapod. Ja. Jó van, na, de le van zsírozva minden a mentőkkel. Azok szólnak ezeknek, ezek még adnak nekik százalékot. Durr egy koporsó, durr a lóvé. Érted? Hát... Csak játsz. Hát, hol élünk mi? Hát, érted? Előbb ér ide a sírásó, mint a mentők. Hát, nem a... Arcokám. Na, szia, figyeld! Azt hiszem ez egy XL-es. 1,80, 95 kiló, vagy úgy valahogy. Jaj. Adjad majd én. Oké, le kell tennem. Jövök. Jobban. Ó, jó napot kívánok! Én vagyok az ingatlan ügynök. Mátics úrral tegnap megbeszéltük a lakást. Mátics úr halott. Tessék kérem, tessék, a fürdőszobával kezdjük. Olassus előttem. Tessék, a tartozékok első osztályból. Permanens meleg, napi 24 órán keresztül. Átfolyó bojler és itt van csak önnek az emájlírozott zuhanyzó fülke. Tessék megnézni. Kitűnő minőség az olasz ipar gyöngyszeme. Igen. Igen, igen. Tessék, tessék, érezd át a teret. Hogy halott? Hiszen tegnap megbeszéltük a lakást. Normális vagy? Nem látod a szóban forgó jelenetet? Nem látod a leleplezett ember? Kérem, nekem itt egy ügyfelem, meg kell mutatnom neki a lakást. Nincs mit tenni, az élet megy tovább. Haladunk tovább, tessék, tessék. A konyha, szintén olasz csempe, mozaik padló. Igen, széles munkafelület, funkcionális mindenek előtt. Oda pedig egyszerűen oda kívánkozik egy közfal. Igen? Igen, igen. Beépíthet, persze beépíthető elemekre lesz szükség. A sütő szintén beépített, benne van az árban. Igen. És most bátran lépjünk be a nappali szobába. Mit látunk? Nos, mit látunk? Fény, világosság, permanens napfény, napi 24 órán keresztül két dupla ablak, mindkét oldalon, ami az új épületeknél igen ritka dolog.
Tessék, most lépjünk ki erre az intim kis erkélyre, ahonnan csak úgy süvít a tekintet a parkra. Ahol hamarosan akvapark nyílik, tudta? Kitűnő alkalom az unokák számára. Vagy a gyerekek számára. Jó napot! Jó napot! A parkett szintén csúcsminőség. Nincs zajfaktor, látja? Tessék megnézni, szintiszta tölgy! Kőr is! Tessék? Kőr is ezt, tehát ő! Tessék egy kicsit a panorámát nézni. Mi lenne, ha mindenki a maga dolgába törődne, nem gond? Avatkoztam én a maga dolgába! Maga se avatkozom az enyémbe! Tölgy vagy kőr is, nem mindegy! Csúcsminőség! Kus! Tessék kérem, tessék a parketta, tessék! Itt van csúcsminőség! Ide pedig egyszerűen ide kívánkozik egy közfal. Most menjünk a hálószobába. Intim kis hálószoba, funkcionális mindenek előtt, akár fali szekrény is beépíthető, vannak telefonszámaim, szívesen megadom őket. Ez egy olyan hely, ahova a hosszú, fárasztó nap után elvonulhatunk. Nem. Azt mondjuk, gondolja, tehát nem cipőt vásárol, majd máskor visszajövünk, jó? Nagyon fontos az első benyomás. Persze. Halljuk egymást? Persze. Rendben, halljuk egymást. Jó. Kérem maguk a gyászolók? Jelentkezzenek, 5-ig az irodámban vagyok. Biztos vagyok benne, hogy megvan az üzlet. Részvétel. Hát, sok segfaját láttam már, de ez a baj. Tied? Mi az már megint? Mi az? Persze nem te voltál, mi? A Néshow volt, a fene a pofádat neked is, meg a Néshownak is, meg a focinak is, meg aki kitalálta. A fene a pofádokat! Adok én nektek! Ennek az ajtónak is, aki megcsinálta. Nincs más, ez a világ vége. Hát. Igen. Na, ne haragudj, uram, nincs egy ilyen orvosságja. Ez a fejre csillapító. Na? Persze. Nagyon hasogat a fejem. Tessék. Köszönöm. Az ember megöli magát, ez meg árulja a lakát. Hát. Szívesen. Istenem. Elnézést. Kérhetném a figyelmét egy pillanatra? Ön értelmes embernek látszik. Mondja. Tessék. Ez itt a katalógusunk. Mindenki talál benne megfelelő koporsót a pénztárcájához viszonyítva. Minden méretben és alakban. Hát a fenyőtől a tölgyig. Én is akár csak ön, mindig a tölgyet ajánlom, de egyszerűen szem előtt kell tartanunk ügyfeleink vásárlóerejét. Ezért kezdjük is a leghozzáférhető modellekkel. Ja, ne haragudj, nem nagyon tudok figyelni. Ne aggódjon, azonnal hatni kezd. Tehát az a benyomásom, hogy a megboldogult ismert zeneszerző volt. Így hát a temetés költségeit valószínűleg a városája, vagy az állam. Minek akkor garasoskodni? Az elit temetést érdemel. Kezdjük is a legjobban, neveztegessük az időt. Elit, Thanatos, Lux, ínyedzeknek, tölgy, 5 rétegű lakkozással, titán szálakkal átszűve, a legfinomabb szaténbélése. Tessék csak nyugodtan átnézni. Veszko, nézd már, zúr ajánlata. Tessék csak nyugodtan. Mi ez? Koporsó 5000 euróért. Hát normális vagy te? Nos, ez az elit számára készült. Elit? És minket nyomorultakat meg dobjanak a pöccegödörbe, mi? Mi? Takarodj innen! Ne csinálják már, emberek! Takarodj! Vannak itt pár száz eurós modellek is. Pár száz euró? Hát tudod te, hogy mennyi a fizetés itt Szerbiában? Tudod te? Fene a pofádat, meg a tolvaj anyátokban bele. Majd de ne cirkuszoljál már, Veszkó, légy szíves. Az úr csak ajánlatot tett. Látod te, hogy mit csinált ez velünk? Ki? Hát a szomszéd, akire ilyen szépen vigyázunk. Kitekerte a nyakunkat. Nekünk? Nekünk. Neked, nekem, az egész háznak.
Láttad te, hogy elpucolt az a nő? Hát megijedt, milyenben a furcsa? De majd mindenki meg fog ijedni. Nem, hagyjad meg. Na figyelj! Hé, Töki! Töki! Venni te egy lakást olyan házba, ahol valaki öngyilkos lett? Hát, lehet is, hogy venni. Venni te a nagybüdös túró. De kérné de, hogy leszállítsák az árát? Na, azt mindenképpen. Na látom, leverte a lakásunk árát kapásból 30%-kal. De mondjuk igazad van. Átvette az egész épületet, de minket, aki mellette lakunk, tönkre te! Hát, nem tudjuk eladni a lakásunkat az elkövetkező 200 évben. Hát, igazad van, te. Egy erdőben is megölhette volna magát, vagy mondjuk egy játszótéren, nem itt az épületben érte. A Gani, neki elegelett, fogta a pisztolyt, megoldotta a problémát. Minket, élőket, meg magával rántott a sírba, érted? Nem is csoda, hogy nem volt senki. Ha, jó vagy. Nem is csoda. Hát ki tudna egy olyannal élni, aki csak a saját valagával törődik? Hát érted, nekem 15 éve állandóan csak kalapál a fejem fölött az ő muzsikájával. Érted? Szétverte az idegeim, szétverte az agyamat ebből az ő muzsikájával. Szóltam neki egy szót is? Szóltam neki? Hát nem. Erre itt a köszönet. Itt a köszönet. Tudod mit? Ha kijön a tévé, én kitállalok neki. Te meg haragudj, ahogy akarsz. Mit van ezen haragudni? Tálalj ki. Mit szólsz el, Töki? Töljük a szomszéd a mi lakásaink árára. Nos, azt mondhatnám, hogy tényleg így áll a helyzet, de meglátják. Néhány hónapon belül mindenki elfeledkezik erről az öngyilkosságról. Hol? Itt? Nálunk Szerbiában? Svájcba esetleg. De itt nálunk a szomszédság romlott. Mindenki csak azt várja a környéken, hogy ilyesmi történjen. Érted? Mi meg egész délután itt ülünk, mint két majom. Mint két majom. Hát, tudod, esküszöm neked a Szent Kereszt. Esküszöm neked. Ha kijönnek a rendőrök, én nem adom oda neki a pénzt. Gondoltam, följönnek, odaadom nekik a pénzt, de nem. Ezek után nem adom oda neki, nem érdemli meg, nem adom oda neki. Hagyd majd én. Nyitom. Elmesik, hol voltak eddig. Dugó. Jó nap volt. Doktornő látja, már kihűlt. Ó, tesó, te már megint elébb ide értél, hát nem hiszem el! Hát neki nem volt dugó. Vállalkozó az ember. Elnézést, a telefontöltőt hová tudnám? Ott van, látja. Na, hogy áll a dolog? Hát mégse, hogy megmutattam a katalógust. Bocs, ezt fel kell vennem. Haló, tesó! Na mondjad gyorsan. Ne csináld, hogy a Cezéna X-ből bejutott. Te szivacs. Na, várjál. Doktor, mi? Nem hiszem el, így simán bejön a tikettünk. Egy széket, ha lenne olyan szíves. Mennyi? 10 perc. Most nem lehet. Nem lehet, tesó, van itt egy kis. Csendet kérek. Na, gyerünk, Töki. Vagyok, majd halljuk egymást. Én elmentem, Söré. Elnézést, a TV távirányítóját megkaphatnám? Gyerünk az Istenit, gyerünk! Doktornő, halott? Maga mit gondol? Mit csinálsz? Menj előre! Menj előre! Igen, anyu. Már mondtam, mit csinálj. Vedd be azt a gyógyszert és feküdj le. Várj és elmúlik. Tudom. Hőségben senki nincs ma jól. Én se vagyok jól. Kérlek, tudom. Nekem is szívdobogásom van. Én is izzadok. Kérlek. Csak vedd be azt a gyógyszert, amit mondtam. Feküdj le, várj és elmúlik. Kérj. De most nem beszélgethetek tovább, riasztásom van. Szia! Mit csinálsz? Menj előre, rúg rá! Rúg rá!
Egy pohár vizet kérnék, ha lehet. Gyerünk valahol, gyerünk! Menj már arrébb! Elnézést kérlek. Menj már arrébb, na jó! Jó, van elnézést! Parancsoljon, doktornő. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. És mi a helyzet a rendőrséggel? Dugó. Semmi szükség rá, hogy cinikus legyen. Nem vagyok cinikus, csak reális. De igen, cinikus, és én azt mondtam, hogy erre semmi szükség. Kapufa! Tehát nem hiszem el! Hú. Tehát, így lesz. Mi, uram, nem várhatjuk tovább a rendőrséget, mert már is van még két riasztásunk. Ráadásul dugó is van. Tehát, tipikus öngyilkossággal állunk szemben. Az elhunyt valószínűleg azonnal meghalt. Itt vannak a leletek. Itt van a jegyzők. Ha a rendőrséget még valami érdekli, itt a hivatali szám. A hulla a rendőrségi helyszínelés után kerül elszállítás. Ez minden. Valamit alá kell írnom? Nem. Nem kell semmi. Ez minden. Megyünk. Csak még egy támadás, doktornő, csak még egy támadást! Biztos, hogy nem kell semmit aláírni? Nem kell. Nem téged kérdezzelek, na, hé! Nem kell. Milyen bénák, hát nem hiszem el! Megyünk. Itt van, megyünk. Elindultunk már? Elindultunk, doktornő, elindultunk. De itt sehogy nem lesz meg a tüke. Ne adj Isten, ebben a városban meghal. Aki él, él, aki halott, halott. Veszkó többet nem eszi magát senki. Most... Mi van? Mit nem értesz? Csak két perc. Ha egy másodperc, akkor se nézze. Tán követed a focit, Töki? Igen. Hát én már nem. Régen égtem a zvészdáé, ha csak eszembe jut. Ma már egy percig nem bírnám nézni, ha hiszed, ha nem. Néha úgy a spanyolokat, az angolokat, esetleg. A szerb foci, allergiás vagyok rá. Mi ez? Megesik, hogy a halottak szelet eregetnek. A halottakkor is? Persze. Temetésen is megtörténik, tetszik tudni, boly von belőle. Volt egy esetén feszik az ember... Jó, nem érdekel, légy szíves. Egy úgy csak gondoltam... És most mi lesz? Miben? Hát a lakással, az enyémmel. Hát, ide figyelj! Leverte a lakásunk árát kapásból, 30%-a, de mit csinálnál, he? Hát most... Hát, nincs igazság a földön. Te, figyelj, Töki, hozzá valami innivalót, jó? Valami, mit tudom én, multivitamin vagy valami. Itt rendőrség is mindjárt jön, aztán tessék. Jó, semmi gáz. Ja, hogy a kollégák tudják, hogy én már itt vagyok. Na, eredjél már! Ember!
Ja, de nehogy átverjenek. Nyugi, le van zsírozva. Na, takarodjál most már. De Veszko, hallod, igazad van. Mibe? Hát ezzel a lakással, meg a... mit tudom én. Hülye vagy, hogyha nem kárpótolod magad, érte? Vidd el! Vidd már el! Ne, szóba se jöhet. Hát most kárba veszel? Most azt akarod, hogy kárba veszel? Hát vidd már el! Anyám életére esküszöm, hogy nekem éljen. Hát neki minek, hogy eltemessék vele? Hát ugye már, vidd már el! Senki nem becsülné meg jobban, mint én. Hát senki a világon nem érdemli meg jobban, mint te játszok. Ember. Maradj, Madi! Ó, jó napot! Jó napot! Ejj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 j
Meleg van, ugye? Megdöblöttünk! Jaj, az parancsnok helyettes átok ellen tudja. Mindegy. Parancsnok helyettes! Itt volna. És ti kik vagytok? Mi? Mi vagyunk az első szemtan, az első szomszédok, szóval a szomszéd lakás, mi meg, hogy ugye az első szemtanunk abban az értelemben, hogy... Volt itthon még valaki? Ja nem, ő egyedül élt. Ismerik valamelyik rokonát? Nem, mondom, egyedül élt. Az elhunyt a lakás tulajdonos? Hát én azt hiszem. Na mondta. Na, parancsnok helyettes, az úgy volt, hogy én amikor meg... Kopjál le, asszony! Kopjál le! De beszélj! Semmi, csak azt akartam mondani, hogy Belgrád nagyváros, meg hogy ilyenek történnek. Hát, hogy Belgrád menő város, és hogy az emberek öngyilkosak lesznek. Ajajajaj. Azt akarod mondani, hogy falun nem lesznek öngyilkosok? Mi? De, csak sokkal kevesebben. Kevesebben? Kevesebben. Hová való is vagy te, barátom? Én Doboj környékéről, 15 kilométerre. Hallom én, hogy te Doboj környékéről vagy, és mondd, miért nem maradtál ott a környéken, ha már itt annyira ölik magad az emberek? Hát, parancsnok helyettes, én csak szerettem volna... Vedd fel az adatait. Gyere ide. Az én adataimat? Gyere ide. Hát de várjonak, parancsnok helyettes. Gyere ide. Vidd innen. Gyere ide. Csak lazán át, szókám, csak lazán. Nem igaz a lányt. Az átszó az nem gondolt semmi rosszra. Nem gondolt semmire, csak úgy általában mondta. Hogy általában? Mit általában? Hát úgy általában. Na, kérdezett téged valaki? Mit csinálsz így? Hát én a szomszéd vagyok. Nem azt kérdeztem, hogy ki vagy, hanem hogy mit csinálsz itt? Hát hallottunk a lövést, és akkor idejöttünk. Mit integetsz a tökéletedre? Ideges vagy? Hát be... Csak a kezed? Nem azt kérdeztem, hogy mit hallottál, hogy mit csinálsz itt? Hát vártuk, hogy megjöjjenek. Jó, megjöttünk, itt vagyunk, most mit csinálsz itt? Hát, semmit. A lelki üdvére. Ez szép, nagyvilági. Ja, üdvözült a lelke, most mit csinálsz itt? Hát, semmit. Semmit. Na. Nyomás az a nyomás! Mit nézel rám? Parancsnok által szépen megmondta, hogy habd el az objektumot. Ideiglenesen. Gyerünk! De hát én csak... Tűnés! Alexander, maga az első szomszéd, igaz? Igen. Itt mellettünk, ugye? Igen, a 32-es lakás. Ez itt micsoda? Aj, ez parancsnok eltárs, van abban minden tudományos... Van abban minden tudományos ilyen, van ebből 100 eurót egész 10 000-ig. Egész 10 000-ig? 10 000-ig, az a piros a legdrágább. Parancsoljam, felvettem az adatokat. Köszönöm, nem kellett volna, de hát... Hoppá!
Pitinger. Az eredeti német parancsnok elvtárs. Na, meséld el most nekünk itt szépen, hogy mi is történt itt. Én? Hát te vagy a szent tanú, nem? Hát igen, csak hát... Hát jó. Csak oda mennék. Na, menj oda. Hát... Jó. Bocsánat, elnézést. Na szóval, Máté Csúr ezen a forgószéken, azon a forgószéken. Csak elkérném, hogy... Köszönöm. Na, szóval, Máté ezen a forgószéken hozta meg az öngyilkosságról hozott döntést. Na csak, hogy egy nagyon fontos dolgot mondjak maguknak. Az ő agya pszichikailag magányos volt. Mi itt a lakásban mind tudtuk egyébként, hogy az ő agya tele van ezzel a zongorázás van. Meg ezzel tudják, ez a zenei, na, idegeskedéssel. Tetszik érteni, mire gondolok, ugye? Jó. Szóval, Máté Csúr itt ült ebben az ablakra nyíló kilátással szemben, kezébe vette a... Nem, ne piszkál. Szóval a TZ-99-es márkájú pisztolyát a kezébe vette, nem ebben, és a halántékába helyezte a pisztolyt, és egy olyan hirtelen mozdulattal, hát ez egy hirtelen mozdulat volt, és a földön találtatta magát, mint később kiderült ugye a szóban forgó testhelyzetben. És még egy nagyon fontos dolog, magának is őrmester elvtárs. Úr. Hölgy. És magának is parancsnok. Úr. Szóval egy nagyon fontos dolog, amíg önök nem jöttek, én nem engedélyeztem az érintkezést a hullával. Hát őszintén egy olyan, hogy is mondjam. Fogadj őszinte részét. Én hivatalos ügyben vagyok itt. Hogy hivatalos? Hát... Firású! Szívesebben fogalmazok úgy, hogy egy temetkezési vállalat alkalmazott. De ezt hívott téged ide? Ne tessék! Én csak lelkiismeretesen végzem a munkámat. Ja, itt van ez a nocturno. Az a... Ja? Ön! Jó napot kívánok, én az első szemtanú. Ülj le! Fofa be! Jó. Jegyzőkönyv van? Van! Már! Tehát, 14:45-kor érkezett a hívás. Halálos kimenetelű élet és testi épség elleni bűncselekmény, az esetet egy nő jelentette. Nem nő, hanem egy NN személy jelentette. Az esetet NN személy jelentette. 14:48-kor járműünk elindul a tetthelyre azzal a feladattal, hogy az élet és testi épség elleni bűncselekmény helyszínét biztosítsa. A karburátor, azaz a porlasztó meghibásodására következtében, amiről én már számtalanszor értesítettem a szakszolgálatot, eredménytelenül... 14:52-kor járművünk megáll, és 15:08-kor... Az én a karburátoron végrehajtott sikeres beavatkozásomnak köszönhetően... 15:08-kor folytatjuk a küldetést. A közlekedési dugó következtében mikor értünk a helyszínre? 15:49. A helyszínen több személyt is ott találtunk, köztük a tanút Szekulics Alexander iskolai házmestert is. Én vagyok az. Lakhely Belgrád, a liftajtóban ennen személy arról tájékoztat, hogy a nő, aki az... Nem nő! Nem nő! Hanem egy másik ennen személy, az Isten áldjon meg! Ennen személy arról tájékoztat, hogy a másik ennen személy, aki az esetet jelentette, fodrászhoz ment. Ez ki? Hová? Te meg kicsoda vagy. Vigyzafutár vagyok. Eltévesztetted. Nem, Mítics úr. Mátics. Tessék, itt azt írja, hogy 4 órára legyek itt, az ajtó úgy itt van, ne csengessek. Mátics úr külön kívánsága, hogy az itt jelenlévők vendégeljék meg magukat ezzel a vegetáriánus pizzával, ketchupnél. Itt van neked, Mátics, látod, hogy halott.
nekem azt mondták, hozzam ki a pizzát. Mit akarsz már megint, asszony? Fáj a fülem, rád is, meg az ügyvédedre is, megértetted? Egyáltalán nem érdekel, hogy hová megy. Menj apádhoz, menj anyádhoz, menj a büdös francba. De a gyereket el ne vidd magaddal. Snezsana, ide figyelj, asszony. Ha én ma hazamegyek, és a gyerek nincs otthon, kitaposom a beledet. Neked is, az emberi jogaidnak is, meg Strasbourgnak is. Megértetted? Strasbourg. Neki is, nyugodt lehetsz. Te meg mire vársz? Csak hogy fizessenek. Ki fizessen, mi fizessük? Nem, itt azt írja, hogy a pénz az asztalon lévő borítékban van. Jó, őrmester, hát az az a boríték. Ülj le. Hát csak gondoltam, hogy segít. Leülj. Jó. Ne pofázz. Kolléga, szabad lesz? Egy pillanat. Miért nem segíthetek? Maradj már! Elnézést maga a televíziótól? Majd Nádó! Gyere már! A nő rendőr felügyelő! Ó, jó munkát! Mi? Semmi! Én csak a tányérért jöttem összeszedni ebéd után. Semmi! Elnézést, a feleségem csak a tányérért. Gyere csak, kérdezek valamit! Mi volt már a tévé? Na már meg a tévé, meg a minden. Nem látod, hogy mi történik itt, asszony? Asszony, te akadályozod a helyszínelést. Menj! Jó van, de azért szólj, ha megjön a tévé. Majd a tévé, de meg a makaróni, de menj! Elnézést! Két kötek papírpénz. Egy a pizzára, egy pedig a temetés költségeire. Tessék! Itt van a pizzára, adod neki. Fog. Köszönöm, a visszajáró. Milyen visszajáró? Na, Tünési, hagyd ki! Köszönöm! Átadom a 4-es számú bizonyítékot a hivatalos személynek. Marava, elnézést, marava, elnézést! Menj már félre! Marava, vétel, jelentkezz! Marava, nem hallok! Borostok el, tessi falatkát! Illendőr! Na, illendőr! Na, gyere már, te is tök! Itt van! Köszönöm! Ne állj már itt a fejem fölött, ülj le, ülj ide! Jó, hogy vigyázzon, parancsok ember! Ja. Semmit. Őrmes tehetes, kérlek palatkát! Nem, köszönöm. Nem. Nos, nekem most már tényleg indulnom kellene. Akkor nyomár. Szóval... Intézzük is el a temetős körüli formaságokat. Ezt most hogy érted? Szóval, hogy a pénzt odaadták a pizzára a pizzafutárnak,
Nekem adják ide a temetésre. És lássunk kis munkához, mivel hőség van. Úgyhogy a temetést minél hamarabb le kell bonyolítani. Na, ebben egyetértünk. Csak hogy nem te fogod eltemetni, hanem az önkormányzat, úgyhogy szabad vagy. A megboldogult utolsó kívánsága az volt... A megboldogult utolsó kívánsága az volt, hogy együnk pizzát. Megkaptad a szeleted? Megkaptad! Hazafelé! Elnézést, nem tetszett megérteni. A megboldogult utolsó kívánsága... Mit nem értettem én meg? Mondd csak, mit nem értettem én meg? Ki készítette az ember azt a... Na, menj már! Ez nem fel, ennek így nincs értelme. Na, kifelé. Kifelé. Most miért csinálják ezt velem? Hát itt ülök másfél órája. Jó, csak a katalógust. Gyerünk már, ember! De tényleg, most miért menjek el? Na, kifelé! Hát ez szígyen! Mi a szígyen? Ez szígyen! Na! Elnézést! Kérném az azonosító számát! Na, kifelé! Borzasztó gyalak! Nem érti a helyzetet! Kolég a szabad? Egy pillanat. Én mondom, a pizza csak addig jó, amíg meleg. Én hidegen nem bírom. Hidegen csak a sült malac a jó. Meg a sűrűben. Én elővettem a hűtőbe, és hidegen kenyér nélkül. Kenyér nélkül? Én még a krémesre eszem kenyér nélkül. Na, komolyan mondom. Na jó. Én még a krémesre eszem kenyér nélkül. Jó poha vagy nagyon. Itt az önevédje volt? Ja, a tészta? Igen, igen. Tehát ön itt ebédelt az öngyilkosság pillanatában? Hát ebédeltem akkor, amikor... Várj, ember! Te itt ettél, amikor a szomszédod főbelőtte magát? Várjon, parancsnok eltessi, mondtam maguknak. És miért te mentetted meg? Hogy mentettem volna meg, amikor egyszerűen nem érinkeztünk fizikailag? Hogy nem érint? Megfogod a kezét? Rácsapsz! Kiesik a pisztolyt, és kész! De parancsnok eltárs! Mi volt az ön pozíciója a lövés pillanatában? Az én pozíció? Igen. A lövés pillanatában? Igen. Hát az én pozícióm a lövés pillanatában a konyhában volt. Az asztal mellett, szemben a feleségemmel. Ebben a konyhában? Nem, a 32-es lakásban. De parancsnok eltárs, mondom magának, még a kanál is kiesett a kezembe, amikor meghallottam a lövést. Mondom is a feleségemnek, Nádó, ez a Mátisnál volt. Mondom, Nádó, hát ez a Mátisnál volt. Na, takarodj kifelé. Na, kifelé. Hogy én? Mars kifelé. Hát, de várjonak, hát én csak, hogy hívják? Gyerünk kifelé, gyerünk. Hát, de parancsnok elvtárs. Hát, gyerünk. Ez hová viszont? Mi? A pitinget. Ja, ez! Ja, ez nekem ígérte! Hogy neked ígérte? Hogy jött ilyen, amikor... Mit keresett itt akkor? Várjon, parancsnok eltárs! Hogyha ő most élne, akkor biztos azt mondaná, hogy hát szó, vidd, ez a tiéd! Hogy lehet a tiéd, hogyha itt volt? Hát várjanak már! Mi mindannyian tudjuk, hogy ő megy öngyilkolta magát. Ez a szemmeszám még csak... A hatályban lévő törvény értelmébe. A helyszínről sem eltávolítani, sem elmozdítani nem lehet semmilyen tárgyat. Mindaddig, amíg az illetékes személy, azaz a vizsgálóbíró, vagy a kihelyezett technikus el nem végzi a helyszínen. Hát de várjanak! Hát ez a szerszám, ez... Ha bárki jogosulatlanul lép érintkezésbe a helyszínen található tárgyakkal, bűnészessé válik, az élet és testi épség elleni bűntényben. Én bűntényben? Te szépen le, tedd le. De várjanak már, hát... Semmi probléma. Csak ott tudják, mint a sajátomat hagytam volna itt. Na takarodj kifelé.
Köszönöm szépen, belgrádi rendőrség! Köszönöm szépen, Köszönöm szépen, belgrádi rendőrség! Csak még egy kérdés, uram! Mit? Engem kérdez? Az a kamera. Be volt kapcsolva, amikor ön belépett a lakásba? Milyen kamera? Az a piros ott. Semmi probléma! Majd a rendőr urak, hölgyek, nők, mit tudom én, majd semmi probléma, majd ők meghatározzák! Hey, hazám, hazám! Milyen kamera? A webkamera a számítógépen, az a piros. Hát, be volt kapcsolva. Ez vételez? Igen, ne nyújt hozzá! Hát akkor kapcsoljuk ki! Nem, nem, majd a vizsgálóbíró. Én rögtön láttam, hogy vételez. Mit láttál te rögtön? Azt hiszem, én nem vettem vissza, hogy ég az a piros lábú, én vak vagyok. Azt mondod, hogy mindent vett? Valószínűleg. Az öngyilkost, az öngyilkosságot, amit ti ettetek, mindent. Mi van akkor, ha ettünk? Nekünk hozták, alert üdvért. Ez így, ember így keresztény. Attól függ, attól függ. Mitől függ? Téged meg kikérdezett? Hát, fogd a szád! Taknyos! Kolléga, szabad csak. Persze, tessék csak. Végez a munkája. Az ön munkája nem könnyű. Akarom mondani, a mi munkám nem könnyű. Itt vagyok például én is. 17,5-18 éve szolgálok. Egy nap beteg állványom nem volt. Egy szabad napot nem vettem ki. Pedig két sebesülésem is van. Akcióban. Késsel. Hatással a kamera is. 14-6 év. Berzinkuti rablás. Látom, menekül. Én utána legyűröm. Ő meg belém döfte kést. De én nem az életemben voltam elfoglalni, nem? Ilyenkor az ember impulzívan reagál. Ha nincs sajtam az egyenlő, akkor is így reagál. Én ilyen ember vagyok. Gyerekkorom óta. Szabad, tessék. Mi volnánk, ha szabad? Persze, tessék csak. Szokás. Így is van, tartsuk meg a szokásainkat. Gyújtsunk gyertyát! Itt vannak a mi szomszédaink. Mi is lenne velük nélkülünk? Gondolom. Ha mi így mindenkinek így. Ilyen a mi emberünk. Lelke van a faszomat? Legegyszerűbb lenne hívni a rendőrséget és otthon maradni, igaz? Mint Svédországba. Ott egyedül dög lesz meg, mint a kutya. Le se sajnál senki. Eszkó, virág. Svédországban akkor jönnek már érted, amikor büdösödsz. Elnézést. Szia, kedvesem! Szer? Nem ittam, miért mondod ezt? Elvitted anyukát, hogy nagyszerű! És hogy van a kedves mama? Nem, hát nem ittam. Miért mondod ezt már mások? Tudod, hogy nem iszom. Jó, csak sétálgassatok ebéd után. Én is te jön. Puszi. Elnézést, a nejem volt. Mátics. A zeneszerző Mátics. Leghíresebb.
Tényleg. Volt a tévében is. Persze, persze, én százszor is láttam. Ő szerezte azokat, ami... Hogy is hívják? Szerzemény. Szerzemény. Leghíresebb szerb. Európai zeneszerző Márics. Mátics. Mátics, Mátics. A leghíresebb európai szerb és világhírű Márics. És most pedig megkérném önöket, hogy egy perc néma hőhajtással tisztelegjünk a tragikusan elhunyt, hogy említettem, szerb, európai és világhírű zeneszerző Márics emlékéről nek. Nyugodjék békében.